Sziasztok, Szordi vagyok, és a mai nap folyamán azt mutatom meg, hogy hogyan lehet GTA 4-hez a Handling Editor nevű programot használni. Letölteni innen lehet. Erre rákattintunk, és akkor itt is volna a program. Erre rákattintunk, és le is töltjük. Miután kicsomagoltuk és feltelepítettük, indítjuk el a programot, ami nekem itt is van. Open. Rámegyünk arra a helyre, ahová fel lett telepítve a játék. Játékon belül menjünk bele a common, azon belül adat a mappába. Ezt megnyitjuk, és már is kiadja az összes autónak az adatát. Nos, neked is kell itt átírni. Én néztem erről a videót a YouTube-on, hogy miket kell átírni. Azt írja amúgy, hogy ezt 200 ezerre kell átírni. De megmondom nektek, ezt szigorúan tilos, nem éri meg. Semmi értelme. Úgy elkezd gyorsulni az autó, hogy meg sem lehet állítani, csak kézifékkel. Na jó, sima fékkel is. Nem érdemes átírni 200 ezerre, semmi értelme. Én külön leírtam, hogy miket kell átírni. Na most nem tudom, hogy mindegyik autónál át kell-e írni. De egyelőre csak az Admiralnak írtam át az adatait, meg a Super GT-nek. Ezeket kell itt átírni, amiket most kijelöltem. Tehát a Transmission-nál, a Drive BIOS-tól egészen a Steering Locking. De kivétel a Handbrake, azt nem kell átírni. Tehát csak így ezeket. Mit még el szeretnénk mondani a programról, hogy a Handling Editorral így az autóknak a, illetve a járműveknek a tulajdonságait lehet beállítani. Hogy mennyire gyorsuljon, mennyire legyen érzékeny a fék, akkor a vezetési erő, stb. Stb. Tehát, mint mondtam, a Drive BIOS, Drive Gears, Drive Force, Drive Inertia, Brake Force, Brake BIOS, Steering Lock. Ezeket kell átírni. Ezekre. És utána nincs más dolgunk, mint elmenteni. File save. De mivel nekem ez megvan, így ezzel én kész is volnék. Nos, hát akkor miután ezzel kész vagyunk, indítjuk el a játékot, és akkor nézzük meg, hogy mit alkottunk. Nos, hát kezdjünk is bele. Hát most kiderül, hogy mit alkottam. Nekem no steam-es. Szóval próbáltam multizni, és valamiért nem akart beengedni. Kiírja mindig, hogy disconnect, amikor lanra mennék. Na hát. Ja, ezek csak a hírek. Nem tudom, hogy találkoztatok-e már olyan a játék közben elkezdett így össze-vissza mozogni a képernyő, mint hogy a földrengés lenne. De igazából úgy néz ki, mint hogyha a Firetech-kel köröznétek egyfolytában körbe-körbe. Arra van egy orvosság, méghozzá a Drive, vagy még nem a Drive, hanem a Drunk Camera Patch. Azt kell feltelepíteni a GTA főmapájába, és már is megoldódik a problémánk. Most jó lenne, hogy nem késsel szorogjál megpisztolja, mert meg a végén itten rám hozzák a zsalukat. Na hát akkor írjuk is be a... Nem tudom, mi van ezzel. Valamit a gombokat nem észleli.
pedig működött még. Nem tudom, hogy erre tudnátok-e segítséget adni, hogy ismét a gombokkal tudjam. Jaj, jó, semmi. A námlok nem volt bekapcsolva. Nem szóltam. Mit csinálod? Jaj, most elnyomtam. Nem igaz. Na, írjuk be újra. Várj, mert mi van ezzel? Ja, jó van, a numerikus billentyűzetet észleli. Tehát csak azt észleli. Most mindjárt ide rendelek egy szuper GT-t. Remélem most ő nem fog remegni a képernyő, mert felraktam a patchot. Elég idegesítő, hogy elkezd össze-vissza mozogni a képernyő, tehát illusztrálom. Tehát valahogy így, és hát el lehet szédülni rendesen. Na hát akkor nézzük is, mit alkottunk. A Super GT viszonylag gyors, de... Na jó, ezt megrendezem. Alright, you know, getting by. Sure, I was looking to branch out a bit anyway. I'll see you soon. Mindig akkor bénak hívni, mikor vezetek. Jaj! Tehát viszonylag gyors a Super GT, de olyan érzékeny a kormánya. Jaj! Most ezért rám fognak jönni, nem is arra. Az a baj, hogy ha a reptérre meg kimegyek, akkor 4-es körözést kapok. Ugye ez most nem fog meg itt gyorsulni. Jó van. Lehet, hogy az, amit átírtam 200-re, az azt jelenti, hogy kegyetlenül fel tud gyorsulni. Hoppá! Jaj! Pedig van jogosítványom. Na jól van, hát... Kár volt átírni, úgyhogy ezért inkább... Jaj, most jól eltévedtem, most se tudom, hol vagyok. Jaj, remélem azt, hogy mindegyik zaklat. I thought all I'd been doing since I got here was helping you out. Komolyan mondom, nem igaz. Okay then. Just call me whenever you want to take a fare. As many as you like, Negro. There are always more customers. Na, hagyjál már. Szerintem az volt a legnagyobb hiba, hogy átírtam 200 000-re azt a dolgot. Azt a massz valamit. Nagy hiba volt. Na mindegy, akkor... beírom a kommentet. Biztosan a mi autó lehet az... Na, beírtuk a kommentet. Ennek semmiért se értem át. Hú, de csinos kis kocsi. Hasonlít a Porsche-ra, nem gondoljátok? Amennyiben tévedek, akkor elnézést. De tényleg hasonlít egy Porsche-ra. Jól van! Nézed már, még türelmetlen kerék. Hát én még a Dixon-ből nem vagyok egész jó, azért én még csak gyakornok vagyok. De engemet nagyon érdekelne egy nagyon fontos kérdés, amire nem tudom, hogy tudnátok-e a választ. De az lenne a kérdésem, hogy nem-e tudnátok-e megmondani annak a trükknek a nevét, amit a halálos iramban második részében látott mindenki. Amikor is mennek Briannek a Ferrariért, és Brian vesz egy 180 fokos fordulatot, és elkezd szórakozni, tehát most megpróbálom megmutatni, tehát el. Én csupán úgy nevezem, hogy a kézifékes 180 fokos fordulat. Nem tudom, hogy milyen trükknek nevezitek, de jó lenne, hogyha ezt megírnátok, mert engem ez nagyon is érdekelne.
tehát még egyszer meg is mutatom, amennyiben nem lesz el az út. Hát most ez nem jött össze. Nos, ó, körforgalom! Apropó, raktam be saját zenét az Usher Fight Massába, nem tudom, hogy le fogja játszani. De nem hinném, hogy megtalálja. Itt kapcsolgatom a rádiót össze-vissza. Hány dokument? Valamit kiírtak itt. Én most nem tudom mi annak a... vagy hogy miért nem találom. Nem találom a saját zenéjét. Na mindegy, hát majd ezután is utána nézek, hogy olyan keves ilyen zenémet lejátszhatni. De... Ilyet se csináltam még, Rukvercsel beálltam egy benzinkúthoz. Ez is nagyon ritka, mint a fehér holó, hogy így be tudok állni. Ennyi a benzin. 95-ös. Rendőrbácsi el van. Fogócskázik. Nos, hát örülök, hogy megnéztétek. Bármilyen kérdésetek van, nyugodtan kérdezzetek. Úgyhogy... Hát mindenképp kíváncsi vagyok arra a trükkre, amit megmutattam kétszer is, de harmadszor is megmutatom. Hát nem tudom, hanyatszorra csinálom, de nagyon tetszik ez a trükk. Na, és striptizbárba kell menni? Na hát... Szóval, előtt, ha megnéztétek, bármilyen kérdésetek van, nyíljátok meg kommentbe. Sziasztok! Yes,